Sziasztok! Üdv mindenkinek, itt egy Robi, pmlradio.hu, ez pedig egy újabb Voxun kguvn 1 es videó az Anikó jó voltából. Méghozzá memória programozást szeretném nektek bemutatni. Mi kell a programozáshoz, hogy számítógépről tudjuk magát a készüléket programozni? Természetesen egy programozó kábel, ez pedig egy darab PCO 008-as kábel, ami ben van a csomagban, úgyhogy ezt kell elővennünk. Plusz kell hozzá egy memóriakezelő program, amit a Voxunnak az oldaláról tudtok leszedni, innen a szoftverek és manuálok fülre kattintva megkeressük a KGUV n Egyet et bepipáljuk, rányomunk a keresésre, és már is ki fogja nekünk adni azt, amit talált az oldalon. Innen pedig kell nekünk az 1.3.11-es szoftver, ezt leszedjük, telepítjük, és hogyha végeztünk, akkor el tudjuk indítani a programot. Fenn van a program, semmi más nem kell tennünk, a rádiót bekapcsoljuk, az USB kábelünket bedugjuk a számítógépbe, és csinálunk egy olvasást. Rányomunk a Reading gombra, zöld kis nyíl, és beolvassa a rádió memória tartalmát. így néha végzett ezt jelzés, majd lenyitjuk a programfa szerkezetét, és meglátjuk azokat a funkciókat, amiket tudunk programozni. Első körben nagyjából nézzük át, hogy mi az a fontos, amit mi látunk és tudunk állítani, és lényeges ahhoz, hogy tudjuk használni. Egy alapbeállítás már van a rádión, de memóriatartalom nincsen rajta, ezt saját magunknak kell felprogramoznunk. A saját igényünk szerint. Ehhez segítséget lehet keresni, akár a H2TO árpinak a listáján, a magyarországi DMR és analóg átjátszóknak a táblázatából fogom én most kilesni, hogy melyik frekvencia hova tartozik, és a CAB hegyet fogom felprogramozni, és ezzel megmutatni nektek a DMR beállításokat. De nézzük meg, hogy milyen alapfunkciókat kell nekünk pontosan beállítanunk. A Basic konfigurációnál, a General Settingsnél az egyik legfontosabb dolog. Most itt tényleg csak a fontos dolgokat szeretném megmutatni. Az a Rádió Name, tehát a rádiónak a neve és a rádió ID-ja. Ide az ID-hoz kell beírnunk azt az ID-t, amit a hívójeles amatőr megigényelt, és meg is kapott a rádiomatőr engedélyéhez, és ezzel az ID-val tud feljelentkezni a DMR átjátszókra. Tehát az ID-t azt ide kell beírnunk. Jó, menjünk tovább. A menü gombra kattintva látjuk, hogy nekem be van kapcsolva minden menüpont. Itt, amit ki pipálunk, az meg is fog jelenni a rádión, természetesen akkor, hogyha visszatöltjük a beállításokat. Az extra funkciók, az FM rádió, a funkciógomb és a DMR rögzítés is itt lehet bekapcsolni. És azt, hogy egyáltalán a rádiót lehessen minimálisan is, de programozni. Tehát ha itt látunk valamilyen pipát, ami ki van véve, akkor azt pipáljuk be és töltsük vissza a rádióra, hogy az a funkció működjön. De menjünk tovább. Van a gombok gomb, ahol minden egyes funkció gombhoz kettő darab funkció van hozzárendelve, és ezt mi szabadon tudjuk állítani. Van rövid és hosszú nyomás funkció. Ez elég egyszerűen van összerakva. Úgyhogy ö, ö, ugye a kettes gombon van a zónaváltás, az egyes gombon van a kis teljesítmény, nagy teljesítmény, plusz hosszú nyomással egy lámpa, a kettes gombon pedig a zajzárat tudjuk kapcsolni kifele, befele. Oké, okay, de természetesen ezt mi saját igényeinknek megfelelően át tudjuk állítani és át tudjuk programozni. Menjünk tovább, ami nagyon lényeges. Esetlegesen lényeges lehet az, hogy le tudjuk kódolni magát a készüléket, és csak a kóddal lehet elindítani a rádiót, továbbá meg tudunk jeleníteni kedvünknek megfelelő feliratot is a bekapcsoláskor, vagy meghagyjuk az eredeti kis képecskét. Jó. Mik azok a főbb? funkciók, amire szükségünk lesz egy DMR frekvencia beállításához. De én most fogok is nyitni egy, egy új tartalmat, és ott fogom nektek megmutatni. Jó, nyitottam egy új tartalmat. tehát ha kiolvastuk a rádiót, azt mindenképpen mentsük el, legyen egy alapmentésünk, és egy tiszta lappal tudva kezdeni magát a rádió programozást. Ugye, ha DMR-be bemegyünk, akkor látjuk a digitál kontaktot, látjuk az RX Group list, és nekünk ezek most fontosak lesznek. Kellenek a zónák, a felprogramozott memóriatartalmat ugye zónákba tudjuk elmenteni, egy zónába 16 darab memóriatartalmat tudunk rakni, ezt tudjuk az oldalsó gombbal is választani, tehát ezek lesznek a memória fülek, amikből tudunk választani memória csoportok. És ugye az egyik legfontosabb, az a csatorna, ide tudunk fölvenni frekvenciát. De akkor mire van szükségünk a DMR átjátszónál, mondjuk a kaphegy eléréséhez? Első körben kell a vevő és az adó oldali frekvenciánk. Kimásoljuk a frekvenciát. Vevő oldal. Jobb egérgomb, vagy az Enter megnyomásával adunk egy új csatornát. Én ide a hármas csatornára fogom ezt bementeni. Rákattintunk, és már is megjelenik a szerkesztő oldal. Látjuk, hogy analóg vagy digitális. Az analóg az egyszerűbb, úgyhogy én azt most ö, mellőzöm, menjünk a digitálisra. Beillesztem a frekvenciát, beállítom, hogy helyes legyen, és így is van. Amire figyelni kell a programozásnál, alap esetben a programozásnál az RX Only gomb be van pipálva, ebből vegyük ki a pipát, hogy adni is tudjunk, így már a TX frekvencia is aktív lesz, és be tudjuk állítani az adó frekvenciánkat. Kiválasszuk az adó frekvenciánkat is, és visszamegyünk a programba. Kiválasztottuk az adó frekvenciát. Arra adjuk a pontot. Vagy a nevet, vagy az azonosítóhívó nevet, kinek mi a jobban megjegyezhető, a name-hez beírjuk. Ékezetes karaktert mellőzzünk, azt nem tudja megjeleníteni a készülék se. Úgyhogy maradjunk az ékezet nélküli betűknél. Itt a zajzárat tudnánk állítani, a digitális beállításnál nincsen szükségünk a zajzár állításra, az analóg módnál viszont nagyon-nagyon jó, hogy lépésenként tudunk zajzárat állítani. Power szint, tehát a teljesítmény szint két fokozatban tudjuk kiválasztani, Ugye, adásidőkorlát az maradhat a végtelenen, a Voxból vegyük ki a pipát, alapesetben ben van a pipa, de nekünk erre nincsen szükségünk, véletlenül se indítjuk el a rádiót adásba. Úgyhogy oda léptünk. A scan list az berakhatjuk egy alaplistára, ebben az esetben egy, egy alaplistára kerül maga a memóriánk, és onnan tudjuk esetleg szerkeszteni, vagy egyből, egyből indítani magát. A következő fontos lépésünk az pedig a digitális beállításnak az elvégzése, amihez viszont kell pár fontos dolog. Tehát a DMR átjátszók alap ugye ha az országosot szeretnénk elérni, akkor a az átjátszó slotot azt az egyesre kell állítanunk. A titkosítást nem használjuk, úgyhogy ezt én offra kapcsolom. Az RX Group list, tehát a vételi csoport listát se tudom kiválasztani, mert még nem szerkesztettem meg, úgyhogy ezt első körben szerkesszük meg, de készítsünk digitális kontaktokat, ID-ket, amiket fog tudni használni a programozás során majd a szoftver. Az ad gombra megyünk, és elkészítjük a három darab üres listánkat, majd az egyes gombra kattintva a digitális kontaktot neki tudjuk állni, szerkeszteni. más nem kell csinálnunk, mondjuk beírjuk a 2.16-ot. Az ID-hoz is beírjuk a 2.16-ot, így biztos, hogy nem tévesszük el. Tehát névnek is beírhatjuk, de beírhatjuk ugye, ha szabályosak szeretnénk lenni, hogy TG 2.16, és az ID az pedig a 216 lesz. Ekkor megjelenik a névnél TG216, a hívó ID-nál pedig a 216. Menjünk a kettesre, ide beírjuk, hogy TG, és az elején elrontottam. TG9. És az ID-hoz is beírjuk a 9-est. Jó, tehát akkor én az elején szerintem rosszul mondtam, ugye a lokálhoz mondtam a 99-et, és ez, ez nem helyes. A TG9 a lokálnak a helyes. -ja. a 3-ashoz pedig a simplex hívásokhoz pedig beírjuk a TG99-et és az ID-hoz is beírjuk a 99-et. Leellenőrizzük, működik. Tehát az országos rendszernek az eléréséhez és hogy oda tudjunk felcsatlakozni a 216 a lokáliságnak az eléréséhez a 9-es és a Simplex DMR hívásokhoz pedig a TG99-et fogjuk. Jó, ezt be is zárhatjuk. Majd kell nekünk az RX Group list. Ugye csoport listákat kell létrehoznunk azért, hogy a rádió ki tudjon nyitni az adott azonosító vételekor azt mondja, hogy TG 216. Ehhez már hozzá van adva a TG 216, tehát ez az RX csoport lista beállításával csak az országost fogjuk tudni hallani, és csak erre fog kinyitani a rádiónk. Ez meg is van, de készítsünk még kettőt ez lesz a TG9, ehhez a TG9-et fogjuk hozzáadni, ennél csak a lokális ágnak a nyitókódja fog aktív lenni, így csak azt fogjuk hallani. Itt pedig állítsuk be a TG99-et, és tegyük át a jobb oldalra a TG99-et, hogyha simplex hívást szeretnénk, és ezt állítjuk be. Jó, akkor megvan a három darab digitális kontaktunk, megvan a három darab RX csoport listánk, és most mehetünk frekvenciát állítani újból. Hát még mindig itt van megnyitva a frekvencia, tehát rámentünk a kaphegyre, és nézzük, hogy mit nem állítottunk be. Kezdjük akkor föntről a digitális beállításnál, ugye nem használjuk jelen pillanatban a titkosítást, tehát nem etikus titkosítva kommunikálni a rádiomatőr rendszeren. Az RX Group listnál viszont már megjelent a fentebb felvett csoportok, ebből kiválasztjuk az országosat. Kolorkódnak a magyar átjátszók a 8-as color kódot használják, hogy ez olyan, mint az analógnál CTCSS kód, tehát magyar átjátszókra a 8-as color kódot használjuk. A vészhelyzeti hívást én nem szoktam bekapcsolni, a kontaktnál viszont ki kell választanunk a TG216-ot. Duplán kattintunk, és akkor fog bejönni. Az átjátszó slotnál, hogyha az országosra szeretnénk feljutni, ugye két slotunk van, akkor az egyes slotot fogjuk kiválasztani. Másra jelen pillanatban beállítási szinten nincsen szükségünk. Tehát most elvégeztük a beállítást, és beállítottuk a vevőfrekvenciát, beállítottuk az adófrekvenciát, nagy teljesítményen vagyunk, és beállítottunk mindent, ami kell a digitális adáshoz. De ez csak az országosra való feljutást biztosítja nekünk. Ha ugyanúgy a kaphegyen szeretnénk, Forgalmazni, viszont a lokális ágon szeretnénk e, forgalmazni, tehát a helyi többi rádiomatőt akarjuk elérni, és nem akarunk az országosba kommunikálni, akkor más beállításokat kell használnunk. Ehhez egy újabb frekvenciát fogunk felvenni. Bemásolhatjuk, nyugodtan ugye az előbb én kimásoltam a kópival a kaphegyi beállítást, és most ide beillesztem a kimásolt beállításokat. Viszont figyelek, mivel a név az nem másolódik át, ide beírom neki, hogy Beírhatom neki, hogy lokál, vagy beírhatom neki, hogy TG9, ki mit szeretne és meg kell változtatnom a digitális beállításokat annyiban, hogy az RX Groupnál kiválasztom a TG9-et, és a kontaktoknál pedig megint megválaszt, ki kell választom a TG9-et. Továbbá az átjátszó slotot a kettes slotra kell átváltoztatnom, viszont minden más maradhat így. És Ennyi. Hogy helyesek és jók legyünk, az országosat is nevezzük el úgy, hogy TG216, így legalább tudjuk, hogy melyik memóriacímünk melyikhez tartozik. Ezzel még nem ért véget a móka, mivel a rádiónak a memóriájába jelen pillanatban egyenként nem látjuk a memóriatartalmat, hanem a zónákat látjuk csak és a zónákat listákba kell összeraknunk. És jelen pillanatban van egy alap listánk, de ugye ebből ugyanúgy jobb egérgombbal tudunk készíteni másikat, de mi nevezzük el a listát, Ugyan ben vannak azok a memóriatartalmak, amik már ben voltak eredetileg, és amit mi most elkészítettünk. Nevezzük el DMR-nek, -E És tegyük át jobb oldalra a DMR-hez tartozó memória tartalmat. És igazából ennyi. Természetesen a zónát még csinálhatunk, akár analógot is. Tehát mondjuk beírjuk, hogy két méter, két méter, és ha felveszünk egy analóg frekvenciát, akkor ezt ugyanúgy el tudjuk menteni, de akkor készítsünk egy analóg frekvenciát is, és mondjuk vegyünk föl egy analóg állomást, mi van nekem itt közel, azt mondja, hogy a listából kiválasszuk a fonyód, a fonyódi átjátszót, fonyódi átjátszót, és akkor most megmutatjuk, hogy hogyan kell az analóg is elmenteni. Tehát kiválasztottuk a csatornát, a módot kiválasztuk analógra, beírjuk, hogy fonyód, két méter, ékezetet nem használunk, beállítjuk a frekvenciát, a pontot helyes helyre tesszük, és itt is az Ericsson-li be van kapcsolva, hogy csak vételkész legyen a rádió és adásra nem menjen. Az alapprogramozásnál és a Voxból is kivesszük a pipát, tehát a vevő frekvenciánk megvan, és az adófrekvenciát is be kell kapcsolnunk. Menjünk vissza, illesszük be az adófrekvenciát, a pontot azt tegyük megint oda, ahova kell, berakhatjuk a listába, a szkennelési listába. Nagy teljesítményen hagyjuk a rádiót. És látjátok, mivel az analóg módot választottam ki, a digitális mód itt nem él, viszont ki tudom választani, hogy milyen lökettel dolgozzon a rádió, és ha van CTCSS vagy DC kód állítási lehetőség, akkor azt ugyanúgy a listából kinézve, hát a vételi oldalon van nekünk a 107.2 CTCSS kódunk remélem jól mondtam, de ha nem, akkor valaki majd kiavít, akkor ezt nyugodtan beállíthatjuk, és ennyi, meg is jelent itt a név, és amit állítunk, az automatikusan mentődik is. Viszont ahhoz, hogy ezt a fonyód két méter frekvenciát tudjuk használni a rádión, ehhez be kell raknunk a zóna listába is. Ja, és nagyon fontos, a két méter az analógnál már a zajzár él, és a zajzárba be tudjuk állítani, hogy milyen, melyik fokozatnál nyisson. Nagyon-nagyon jó funkció, hogy 1-től 9-ig tudjuk állítani. Általában a rádiók nagy részénél csak gyenge és erős állítási fokozat van, viszont itt van 9 módunk, hogy a zajzárat tudjuk állítani. De megalandozzunk el, menjünk vissza, tehát az analóg frekvenciánkat is betrakjuk a zónába, megnyitjuk a zónalistát, és itt a két méter, jobb oldalra még nem tettünk át semmit, fogjuk és a két métert átrakjuk ide. Tehát már a rádióba, ha feltöltjük, akkor ki tudjuk választani. Ha nagyon bütykölni szeretnénk, akkor a scan listát is tudjuk szerkeszteni, de ez majd egy másik videó lesz, és a vfo is aktív természetesen, a wfo t is tudjuk itt a gépről szerkeszteni, de ugyanúgy a wfo azt a rádióról tudjuk, azt már bemutattam egy előző videóban. Ha ezzel meg vagyunk, akkor töltsük fel a rádióra a memória tartalmunkat. Az írás piros nyíllal, mint látjátok, megy is. És ha végzett, akkor ezt jelzi is nekünk. De mindenféleképpen, ha memóriát programoztunk, vagy írtunk valamit, akkor egy mentést eszközöljünk, és, és mentsük le az adott beállítást, legyen bőle biztonsági tartalékmentésünk is. Na, ez volt egy alap DMR és egy darab analóg frekvenciának a bevitele. Magának a memóriakezelő programnak a, a többi beállítása az még várat magára, az egy hosszabb videó lesz, de remélem, hogy ezzel már el tudtok indulni, és, neki tudtok állni egy picit a rádió programozásának. Én voltam egy Robi, pmlradio.hu, ez pedig itt volt ott egy Voxum programozás az Anikó jó voltából. Sziasztok!